Egyre gyakrabban önti el a víz Velencét, és nem csak ott, ahol ezt eredetileg szerették volna az ott élők. A klímaváltozás miatt az olasz turistaközpontban már nem csak alkalmanként fordul elő árvíz, hanem szinte mindennapos jelenséggé vált az évnek ebben az időszakában, különösen a 2019 novemberi áradás óta. Le condizioni continuano a peggiorare. A körülmények egyre rosszabbak azóta. Ezért biztosak vagyunk benne, hogy ezekben a hónapokban az áradás többé már nem alkalmi jelenség, hanem mindennapos, mondta a Szent Márk bazilikáért felelős olasz politikus. I fenomeni della quarta, che non sono più un fenomeno perché sono una quotidianità. A Velencében élő és ott dolgozó emberek szinte már megszokták, hogy ősszel csak gumicsizmában közlekedhetnek, az általuk Aqua Alta-nak nevezett jelenség miatt. Az Aqua Alta jelensége egyre nő, megbénítja a vállalkozásokat. Velence a kézműves iparából és a turizmusból él. Turizmus nélkül Velence meghal, mondta egy helyi kávézó tulajdonosa. Velencében már évtizedek óta készül egy 6 milliárd eurós védelmi rendszer víz alatti gátakkal, amelyet még mindig csak tesztelnek. Szakértők szerint azonban, a mostani helyzetet elnézve, ez a rendszer már nem lesz elég, hogy megvédje a várost az áradásoktól.